szerettünk volna egy olyan építményt létrehozni, ami nem betonból és vasból van, hanem valami teljesen egyedi dolgot. És akkor innen jöttek a hajózási konténerek. A felkérés arról szólt, hogy tervezzük meg ennek a hatalmas, városléptékű beruházásnak a showroomját. Tehát legyen egy olyan tér, iroda, tárgyalók, rendezvénytér, ahol az értékesítés és a projekt bemutatása folyik. Tehát legyen ez egy landmark, tehát egy olyan szimbólum, ami képviseli az egész fejlesztést, amíg meg nem valósul. Több hónapon át tervezgettünk, részletekig, mindenben, a csavarokig, hogy hogy kell ezt összerakni, mert ilyet még soha senki nem csinált előttünk. Egy hatalmas építkezés közepén kellett elhelyeznünk ezt az épületet, ez mindenképpen egy kihívás volt, illetve az, hogy ennyire koncentráltan, ennyi funkciót, ennyi elvárást próbáljunk összezsúfolni. Fejlesztőként azért vagyunk egyedülállók, mert egy olyan parkot hoztunk létre, ami több mint fél hektár, ezen helyeztük el a showroomot is, és ezt a napokban fogjuk átadni a közforgalom számára. Ezt a közösségi teret a budapestieknek hoztuk létre, hogy az életüket kellemesebbé tegyük, és be tudjuk őket vonni aktívan rendezvényeinkbe.